Jó napot, urak! Újra itt. Ebben a kis videóban szeretném önöknek bemutatni, hogy hogyan juttatom fel a földről a fára kambium kímélőmet dobózsák és dobózsinó segítségével. Na most ez egy kicsit érdekesebb változat a kambium kímélőknek. Az eredet a normál, hagyományos kambium kímélőkön ugye két karika van. Egyik kisebb, másik nagyobb. Ezen ugye három. Két egyforma nagyságú és egy kisebb nagyságú. Én előzőleg felhajtottam a dobózsinót a legalsó ágörvre. Ez elég lesz ahhoz, hogy illusztráljam önöknek, hogy mi is történik. Szóval mielőtt feldobom a dobózsákot, átfűzöm a dobózsinót az egyik nagy karikán. Amikor leérkezik a földre a dobózsinónunk, másik vége, nagyon érdemes igazából odafigyelni arra, hogy semmilyen más gaj ne kerüljön a két szál közé, tiszta maradjon, mert ha elakad valamiben, nem fogjuk tudni felhúzni az eszközünket. Szóval... Leveszem a dobózsákomat. Azt fogom csinálni, hogy a kis karikát és a pluszikon lévő karikát összefogom, és a nagy karikán keresztül először, aztán a kicsin átdugom a dobózsinóromat, vissza felteszem rá a dobózsákot. Ez amikor megvan, a földről ezt így fog kinézni. Egyszerűen csak felhúzom. Mielőtt kambium kímélő hozzáér a gajhoz, erősen megrántom, könnyen átfordul azonnal a gajon, és csak leeresszük a dobózsákunkat. Igazából a kambium kímélő felhelyezése megtörtént, az ennyi, és ha megfigyeljük a sorrendet, akkor látjuk, hogy minden a helyére került, két nagy karika egymás mellett, és a kicsi is a helyén. Következő mozdulatban, most már igazából most annyi a dolgunk, hogy zsákunkat. Belefűzzük a kötelet. Na most ez fontos. Fel lehet fűzni egy párfajta képen. Ez az egyik módja. Hogy csak így megtörjük a kötelet és felakaszgatjuk rá. Ez a half hitch. Úgy hívják itt Angliában, gondolom otthon is. Na most én ezt a módot így nem szeretem, mert túl nagy a hézag, vagyis az eltérés a kötél, ugye, és a dobózsinó között könnyen elakad. Most én pont ennek az elkerülése érdekében azt szoktam csinálni, hogy egyszerűen átdugom a szemem a dobózsinóromat, még egyszer, és igazából kötök rá egy masnit. Ennyi. Szóval már is nincs akkora hézag, nincs akkora eltérés.
Ígyok magamnak egy kis vizet. Az eszközünk kész használatra, biztonságos használatra. Kész vagyunk mászni. Visszamozgatása egyszerű. Kétféleképpen szoktam visszamozgatni. Az egyik az az, amikor ilyen helyen dolgozok, mint ez, nincs beton, nincs semmilyen probléma, akkor egyszerűen csak a visszahúzó labdá golyót felhelyezem a szembe, és egyszerűen lehúzom, és hagyom leesni. Na most, sokszor dolgozunk elég köves, rossz helyen, így azért vissza szoktam tenni a dobózsinót, a szembe. Ennek a segítségével fogom megakadályozni azt, hogy csak úgy szabadon leessen. Akkor kötök rá úgy szintén csak egy mosnit, és igazából szóval ez eddig tiszta gondolom. A dobózsinó és a visszahúzó golyó az nagyon fontos, különben fennmart az eszköz. Igazából annyit teszek, hogy lehúzom az eszközt. És jó. Igazából ez ennyi. Köszönöm szépen, ha megnézted a videót, viszlát legközelebb.